Lehet, ha nem kell, akkor mit kell kalázni. Egyébként álcebb nyálkom, csak van neki át, mire úsz. Ja, na jó van. Úgyhogy vedd ki, és zárd be. De elmúlik. Mióta vagytok egy? Közelítek. Már ha tudok. Ez már nem múlik. Én erősítelek benneteket. Veletek vagyok. 7, most fog. Merény lesz. De ezek a szükséges kellékek, nem? Ezek lehetnek. Akkor milyen nagy lettél erre 3 másodpercre? Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Az Erika kukla verázna majd. Nem ismeri senki. Az mindenki fütyül neki, mi? Zsinik vagytok? Állagudjatok ezen a magyar utakon, hogy lehet kamerázni? Megkapcsoltam a zajcsökkentést. Mondja, hogy ez a kis pep magi, omutat itt mellettem. Hát, fene tudja. Wow, ilyen se volt még, hogy egymás mellett futnak és nem hagyja ott rögtön. És figyeld, nem fogja a kezét. Csíz a kamerába! Ha van, lehet egyikbe tavolítunk.
megelőznélek, jó? Ó, te fényképet is tudok ám itt csinálni. Ha jól van, két kezem nincs, az egyik a kormány is kell. Meddig futsz? Köszi. Nem szóltak? Évi, egy picit behúzott. Kívül előzök. Nem akarom az egyenlőssenek. Igen, igen, köszi. Antikám? Szia! Fiúk? Gábor, mosolyog még. Most még megy. A legszebb mosolyt kérjük. Olyan nincs. Na most nyomj egy szépet. Korán? Jambi. Jóra. Ide egy szép mosolyt. Az mindig megy. Tíz. Már csak 5-56. Micsoda? Kilométer. Ja? Hogy a távolság? Egyet már jöttünk. Már még. Na most már nagyjából meg lesz. Egy kilométer már lassan lehet húzni, nem? Igen. Hát teljesen jó. Valaki vágdossa a centiket? Igen. A fejbe számolni csak. Vigyázzatok magatokra, és kitartást! Nagyon jó utat, fiúk! Vigyázzatok magatokra! És hajrá, hajrá mindenkinek! Sziasztok! Köszi! Ja. Feszítek! Szétnyílik a sor! Sziasztok, gyerekek! Jó utat nektek! Mi van, hogy kell látatosság, mert itt van egy erő. Tehát a rendőr mondja, hogy kell, nem kell. Milyen sok kísérünk van? Jó. Akkor véget lesz, szia. Te fordulj a kamera mellé. Szia. Szia. Te menj majd elő, én követlek, és akkor bát a széken megállunk, jó? Viszontosan hozott az emberek szemét a zöld, úgyhogy megy ez a szél, úgyhogy nem lesz baj. Ti is búcsúzkodjatok még egyet. Ezt a botlást kívánok. Janóval még egyet búcsúzkodjatok. Most a örökké valóságnak. Ez az. Már hányszor búcsúztatok-e? Ne hát, sokszor.
biztosítanak. Itt vannak a hídnál. Izzíthatod, mert itt vannak a hídnál. Jó volt, akkor még utána elmentek, utána vagyunk is. Jó. Naptával azért most fogunk el. Hajrá! Hajrá! Hajrá, hajrá, szolgó talán! Hajrá! Gyere! Hajrá, Putin tűzoltó! Bótos, és akkor indulok egyetlen. Szevasztok! Na, hello! Sziasztok! Hajrá! Sziasztok! Szia! Köszönjük! Minden jó! De jó neked! Anyu tud se jelent körülni a tele van a nyelvon. Sárga fős, vagy fehér autóval mit csinál? Én tudnám, hogy ennek a Berlinben, mert tájékozott vagyok. Ja igen, mert olvasod a puti voltat. Nagyon rég nem voltam föl, mert a kuliban minden nap beszéltem, és tudtam mindent. Ott egy bogár. Ez még nem a váltópont. Gyerünk, atám! Hadd lássam azt a mosolyt! Menj az alatt öttengesség vidékére! Ja. Mondd meg neki, hogy félúton van, jó? Volt még két darab, de hát... Erre gondolta? Gyerünk, atám, nagy vagy, mint a Tena Lady. Jó így. Jó így, akkor... Hacsizzatok le! Csak ide! Itt volt! Jó,
Azaz, gyerünk! Hajrá! Szia! Szia! Ügyes voltál! Köszönöm, de nagyon meleg van. Elhiszem. Igazad volt, Csabi, be kellett venni egy két adat. Én mondtam. Két kis multipont. Akkor a biciklis. Engedjük ide. Ott jön mögötte. Én nem öttem meg. Ja. Nem te ötted mögte. Én most kezdek domba? Vagy lehetővel? Lehetővel. Óvatosan lassan menni, de ne ugye elfújt az elejét. Arra gondolj, hogy négy kör a szigetet. Meg egy picit meg. Könnyen van. Tudj, hogy tűzik most. Ő, ugyan megy tovább. Megy tovább? Még egy óra órája megy. Nem? Nem, egy óra húzva. Hát, ha legfeljebb nem, akkor majd... Kicsit annyi érdekem, aki a legjobb lehetőségek. Csepike! Van a táskában egy csomag. Attila, hát ha kell, hogy futónak. Hát, de ha valakinek kell. Nekem elfogyasztam, hogy Csepike nincs. Attila, hogy Csepike ide egy teljes csomaggal. Nincs ott? Azt mondja, kérünk. Antónis, nem szégyellett valadat. Mondtam, az a fák még ott lesz fönt. Megengedjük be. Hiába utatunk a lúgatot. Kegyessen. Akar igazoltatni, mi van itt? Ám most már fogunk. Ha bemondták a rádióba, hogy megjelent. Sziasztok, itt vagytok, és mit csináltok itt? Mi lefutunk a tengerparti most. Nem a. Halál komoly. Sziasztok. Basszus, rohadt jó! Miért nem szóltak, hogy jöttünk volna mi? Ez az volna. Ja. Aztán nem baj, a testvérvárosan? Igen. Hol van? Miek a lapopátiak? Gyerünk még 100 méter! Gyerünk! És így egy ilyen? A hatal meg négy ügyel. Nem, és 100-100 kilométer. Hadd kikó négy bicikli. Jussi, ne van bicikli. Itt a tabletta. Hello! Szia! Szilvi! Ja, ezt én odaadtam a Szilvinek! Hát jó, tegyétek be a táskát! Tele van jeget kávé, ezért! Megálltok! Tettek a tét, barcs és a kóta! Igen, igen, igen! Jó! A jeges kávét, hol a jeges kávé? Arti, odaadod a két! Arti! Nem kell? Biszti? Jó nyomod, Gyuszi koma! Túl gyors vagy! Lassíts! Lánzát, itt a lánzát! Nyugodtan, Gyuszi! Lassítsa! Hajrá, hajrá! Gyors kerékcsere! Jó, nyomja a gyuszkó! Álljak meg! Ne. Hát csak fél táv! Nem is akarunk! Hajrá! Most kell mosolyogni! Igen! Megfoglak! Hol van ez?
ráírva. Ilyenek az útra. Emeld majd itt fel a kezed. Zseblápát kérd meg egy gumibotot. Minden állomáson egy szendvics. Jön a mi gyuszink! És a 12-es JC elindult. Gyuszi, húzd be a hasad! Vesszük az adást! Te mi szívi? Ja, hol a mellényem? Senki nem mozduljon! Ketten mentek? Ketten. Milyen mellényed? Ráthatósági. Na, fel vagy véve, amikor megöltözöl. Jó utat! Mi az, hogy gyerünk! Jó véleménye lehet rólam! Mondom, milyen kép sincs rólam, hogy vizes poharból a kezembe, hogy felrakadod a Facebookra, és sporthoz, és ám. Na, induljunk. Én megvárom, én lepacsizok még. Ez oda baszós volt. Igen? Oda baszós. Jó, mert... Milyen volt? Nem is mondjak. Hát az Éva helyett mehet, ha akar. Akarsz menni, Éva? Mindegy, akkor menjen az Andris, meg a Szilvi, jó? Én hoztam ezt. Csak én hoztam. De nem jó, mert az autó vezetni. Ja, nem tud az András tényleg. Menjek én? Megfogom én. András, nem tudsz menni. Nem tudsz menni tovább. De vezetni kell az autót. Majd holnap. Majd holnap majd vigészkedhetsz. Nem, mert az Attila meg te vezetnek. Telefonálja. Szívja, akar menni, és ne ezzel a bicikliben szeretném. Szólj! 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 Telefonáljatok, jó? Jó, tudom. Csabikát nem is, nem is,
csak az enyémet. Addig add Attila, amíg nem megyünk az igazat. Itt van, figyelj csak, itt van a... Jó volt, Kova! Jó volt, jöjj két a kaziakból. Ez 15 kilométer volt, ugye? Jó, hát Pécs már csak 10 kilométer a határ, úgyhogy indulhatok. Jó. Okay. Ciao. Ciao. Szia Antonius. Száguld. De csak észre. Ciao. Yeah. Szia Szilvi. Szia Szilvi. Szia Szilvi. Szia Évike. Szia Évi. Most pampanálod. Nem felejtsünk el. Mindjárt, fussatok! Ha menjetek csak! Igen, nem csak Labin van, hanem Gyurgyalat, Zágráb, Roszkóriéka, minden városban jelezték, hogy várnak bennünket a városhatáron futók, és azokkal együtt fogunk befutni a városba, és Labinba is a polgármesterünkben vár bennünket, eltölteni, és szeretnénk őket össze-vissza hívni a kerékpáros egyesületeket, hogy jöjjenek vissza Bajára, és mi is szeretettel várjuk őket. És van aki te profi futó, vagy csak hobbi szinten fut itt mindenki? Mindannyian hobbi szinten futunk, de vannak köztünk olyanok, akik 12 órás futáson, 110 kilométeres távokon részt vettek, maratonokon, vannak akik félmaratonokon, illetve hát olyanok is vannak, akik kisebb távokon. Általában azt veszem észre, hogyha csatlakozik a futó hozzánk, és látja bennünket, hogy megyünk, elviszik egy ilyen versenyre, és megérzi a hangulatát egy ilyen versenynek, akkor kedvet kap, és egy ilyen célmotivációt tud az ő is maga elé, hogy jöjjön. Azt veszem észre, hogy amíg futott 5 kilométert, 3-4 hónap múlva a fél maraton is kapja. És hogy készültetek erre a szupermaratonra? Különösebb edzéstervünk nem volt. Amikor kiválasztottam a 6 futót, vagyis hát ugye jelezték, hogy jönnének velünk, hát nyilván meg kellett oldani az mellett, hogy jó futók, mert ez az összeszokott társaság az Ultra Balaton is így a tetszett futni. És hát szabadságot mindenki megoldották, mindenki maga készült a versenyre. Közben volt, akinek volt verseny, és az mellett is tudott készülni, de egy különös edzéstervet nem állítottunk ezzel kapcsolatban. Mindannyian vagyunk annyira tapasztaltak már több versenyen álltunk mögött, hogy reméljük, hogy sikerül fog, ha bár ilyet még nem csináltunk, hogy most 6 napon keresztül annyit futunk, ez most az első, egy ilyen hegyes vidéken, hát meglátjuk, hogy ez fog sikerülni. És mi motivál benneteket ilyen hosszú távon, mert sokkal nehezebb ilyen hosszú távon futni, mint az motivál, hogy meg szeretném mutatni az embereknek, hogy bárki
képes egy ilyen teljesítmény eléréséhez. A elkezdés az nem kell sportolónak lenni, hanem egy csatarak kell. Kell egy csapat, kellenek olyan beállítások, emberek, akik segítik, és akkor mindenki képes ezt megtegye. Köszönöm.